eddig az eddigi 10 kiállítás valamiről, valakikről emléket állított. Ugye a Ferencváros nagy korszakairól, a Ferencváros nagy legendás eseményéről és legendás szereplőiről. Említettem itt az olimpiai bajnokainkat, Albert Flóriánt, Dalnoki Jenőt, és tényleg stadionjaink történetét sok-sok megemlékező és emlékkiállítás volt. Ez azonban az első alkalom, hogy olyan kiállításunk van, ahol a főszereplő még itt van velünk, hála jó Istennek. És ugye a Ferencváros vezetősége az elmúlt évben, ugye amikor Gyula bácsinak a 70. esztendeje volt a Ferencvárosban, hiszen 1952-ben egy toborzóra érkezett a Fradihoz, a Ferencváros vezetősége elhatározta, hogy valamilyen módon meg szeretné ünnepelni a 70 évet is, és ugye idén pedig 85 éves Gyula bácsi, és így jött az ötlet, hogy legyen egy film a Fradi Média jóvoltából, legyen egy könyv Cégány Pali és a klub jóvoltából, illetve legyen egy időszakos kiállítás. Ő úgy élte az életét, hogy nagyon magas morális mércét állított fel önmagával szemben, ritkaság az ilyen, önmagával szemben, és velünk szemben is. És az hagyján, hogy ezeket a mércéket fölállította, hanem ezt be is tartatta, és be is tartotta. Egy jottányit sem engedett soha. Egyetlen lépés nem lépett ezekbe hátra. Nem hajolt el, úgy volt, ahogy volt, bármilyen nehéz is volt. 70 éve esküdött hűséget a Ferencvárosnak. De hát azt pontosan tudjuk, hogy hűséget esközni nagyon könnyű dolog. A hűséget betartani az végtelen nehéz. Befejezésképpen egy emlékkönyvet. Elnézést. Fradi emlékkönyvében lenne, beírnám most azt, hogy itt a fehér lapra mit írjak, hogy szépet. Az öröm és boldogság ne hagyjon el téged. Barátságunk szent jeléül, ideírom nevem. S ha érdemesnek tartod, őrizd az emlékemet. Hajrá Ferencváros, Isten óv Magyarországot! Köszönöm szépen!